Sziasztok, Zuzuka vagyok. Folytatjuk a Witcher végigjátszást. Nagyon szemét turbánt a játék velünk, velem. Lóhalálába megkerestem még Leo Ardent, és a kódolt levélhez, közölte, hogy a kódolt levélhez még időre van szükség, mire ugye megfejtik a kódot. Miközben ugye ott volt a sablon, amit megtaláltunk az egyik szalamandra vezérnél, vagy banditánál. És hát... És hát becsapva érzem magam. Nézzük. El kell mondanom Jetronnak, hogy végeztem Gellerttel. Én tudjátok mit? Ez mi ez? Később vissza kell térnem Leo Ardenhez. Maradjunk... Maradjunk itt a kereskedő negyedbe. És... Menjünk... és adjuk le a küldetést. Seket, amit le tudunk adni. Megnézem, hogy még... Szurcsohókról. Jethro. Jethrohoz is majd el kell mennünk. Jethrohoz is majd el kell mennünk. Kék szemek. Ezt is ki kell derítenünk, ha már itt vagyunk. Nyughatatlan szellem. Ó, azt meg le kell adnunk, azt is. Ó. 15 óra 30. Jó. Akkor haladjunk szépen sorjába. Adjuk le ezt a küldetést. Hogy megöltünk jó pár szörnyet. A környék elvesztette varázsát, amikor beengedték a csőcseléket. Berozsdást a szöreg. Ide benézünk, helyi asszony, ugyanis azt nem tudom, hogy kivel kell beszélni ahhoz, hogy kinyomozzuk, hogy ez a kékszemű lány, ez most kicsoda. Hoppá, és tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy ezt kell választani. Vigyázz magadra. Bizony. Nézzünk föl a éjkirálynőhöz. Meddig tart még? És beszéljünk vele, mert hát ha... Kérdezni szeretnél valamit? Nem. Isten veled. Akkor pedig szerintem csak az. Tehát csak úgy tudunk közelebb kerülni ahhoz a lányhoz, hogy... hogy eltöltünk vele egy éjszakát. Mi? Veled tölthetném az éjszakát. Örömmel, fehérhajú, de előbb adakozz az éjszaka házának. 500 órent. Azt a mindenit. Jó, hát alkudni nem fogunk. Az már milyen dolog. Köszönöm. Köves. Elég drága ugye küldetés. Tudod, hogy megmozgatod a fantáziámat? Előbb a fürdés, aztán a fantázia. Jó, hát nem lehetünk mi itt nagyon prűdek, sűségesek, ahogy nézem. Mesélnem kell a lovonok, hogy nyomokra, amit a lány nyakán találtam. Beszéljünk még azért a hölgyel? Mi? Aha, jó. Kérdezzünk rá. Érdekes sebb hely van a nyakadon. Igen. Egyéniséget kölcsönöz. Többet is mutathatok. Nem, nem, köszi. Vigyázz. Akkor a lovaggal beszéljünk. De?
Ahhoz vissza kell mennünk a fogadóba, de nem fogunk visszamenni, hanem leadjuk a küldetéseket. A fogadóba egy kicsit később megyünk vissza. És hát, ha Leo Warden... Egy vicse! Rejtsétek el az asszonyaitokat! Merre kell menni? Azt hiszem ez az, ugye? Igen. Hogy Leo Warden addigra végez a kódfejtéssel, vagyis hát az emberei. Itt lesz bent. Devet Gróf. Beszéljünk már Devet Gróffal. Hoppa. Mi az? Ő volt a bunkóci. Te ki vagy? Én egy gróf vagyok. Ha nem hallottad még a Devet nevet, bizonyára együgyű vagy. Érdekel bármi más a politikán kívül? Szemtelen kérdés, de megválaszolom. A póker kellemes szellemi torna számomra. Ismerem ezt az időtöltést. Időtöltés? Ejnye. Maradj a kardodnál, a bornál és az asszonyoknál, Witcher. Túlságosan lassú az észjárásod a pókerhez. Oké. Okay. Itt nincs. Szerintem lent sincs, hanem akkor itt lesz kint, az asztalnál. Ott volt. Nem? Itt mögötte? De kis szemét. Üdvözlet! Mi fizet jó égve? Na most Ácsi. Hol adom el akkor a küldetéseket? Pedig csak azt a házat mutatja. Nemes úr. Rendkatonája. Rendkatonája. Akkor lehet lesz a földszinten, más nem tudok elképzelni. Devet Gróf, az biztos, hogy nem. Tudja, hogy nincs itt, akkor pedig lent kell, hogy legyen. Jaj, remélem legalábbis, hogy így lesz, mert... Unom, hogy össze-vissza, itt van, jó van. Hogy merészelsz idejönni, azok után, amit a banknál tettél? A felhívás a küldetéseket. Miatt itt. Melyik először? Felhívás? Fléder a fogak. Fléder fogak. Fizetek, ha van nálad három. Tessék. Az aranyod? Mennyit kaptam? 250 aranyat, nem sok. Hogy merészel? Oké. A felhívás miatt vagyok itt. Melyik felhívás? A Kikimor karmok. Várjunk. Karmokat még nem gyűjtöttem össze, ugye? Mit? Valamit összegyűjtöttem. Vagy már egyiket sem? Nem számít. Később visszajön. Úgy emlékszem, hogy akkor... Hogy sajnos... Akkor megvolt a gólvér. Az nem. Ez se. Ő a írnokhoz kell menni. Nagyon jó. Ez pedig még nincs meg. Fogadós. Aj, gyerekek, össze-vissza kell menni. Tehát akkor a ghoul, az megvan. A rend lovagjai... Na, gyerünk. Mi mind tudjuk. Jó, van, nem érdekel a hülyeséged. A felhívás. Melyik tehát felhívás? A ghoul. Ghoul a ghoul vér. Hozz 12... Megvan. Itt van. A jutalmad. Ez mennyit kapunk? 150 órán, ó gyerekek! Mondd mit akarsz, tudjuk mi történt ott. És akkor még kérdezzük meg beszélni ezt. Akartál velem. Foltest döntései közül néhány furcsa volt. Régóta ismerem őt. Valaki meghamisítja a király rendeleteit. Talán, de a pecsét hitelesnek tűnik. Ki tudná ellopni a pecsétet Foltesttől? Valaki, aki közel áll hozzá. Remélem, te megtalálod az árulót. Szólok, ha megtudok valamit. Viszlát! Üdvözlet!
szintet is léptünk. Rosszul felszereltek. Hát én Adára gyanakszom, de Adaszt meg szerintem valaki hatása alatt áll. No mindegy. Ha itt kimegyek, akkor hova jutok? Mindegy. Menjünk a legrövidebb úton. És szerintem megint mentek, mert mostanában nem bízom a játékban. Játékba. Ilyesej. Nem szeretnék most már elpazarolni több időt a fagyások miatt. Itt vagyunk a fogadónál. Akkor a fogadóba bemegyünk, leadjuk a Viven húsos küldetést a fogadósnál. Beszélünk a gróffal és fölnézzünk Leuwardenhez. Tehát akkor a fogadós. Más vagy. Milyen érdekes. Isten hozott. Üdvözöllek. Segíthetek? Tudunk tőle talán információt is szerezni. A felhívás miatt vagyok itt. Igen, a Viven hús. Megvan mind a három? Meg. Itt a pénzed. Köszi. Mennyit kaptunk? Mennyit kaptunk? 200 óra. Isten hozott szerény intézményemben. Üdvözöllek. Segíthetek? No nézzük csak. Mesélj nekem azokról a találkozókról, amik fent történtek. A nemes Leuwarden a kereskedők céhéből kibérelte a kocsmám első emeletét. Ki kell szolgálnom őket étellel és itallal, és tartani a szám. Engem is meghívtak. Mesélj még. Ha meghívtak, tudnod kell mindenről. Ha nem így van, kérlek tiszteld a diszkréciómat. Talán egy kis aranytól megered a nyelved. Szeretem az aranyat, de nem tudsz annyit fizetni, mint Leuwarden. Mindamellett nem bosszantanám fel a támogatóit. Ki támogatja Leuwardent? Csendet! Már így is túl sokat mondtam. Hát igen, de mondjuk azt sejtettük. Most sejtettük. Beszéljünk még vele? Meg. Akkor már nem jó. Igen? Láttam egy kékszemű kurtizánt a bordéban. A húgom sosem aljasodna le odáig. Már is van bizonyítékom. Harapás nyomokat láttam a nyakán. Ez meg hogy történhetett? Biztosan annak a vámpírnak a bűbája okozza, aki megharapta. Meg lehet. Lehet, hogy vámpírok kísértenek a bordéban. Kérlek, segíts! Megteszem, ami tőlem telik. Hát sok lehetőség nincs. Ugye nem véletlenül vannak az emeleten azok az éjkirálynők, meg a csatlósai. Menjünk Leuwardenhez, hátha. Titokzatos személy, nemes úr, társalkodónő. Benézzünk ide ezbe az ajtóba, a szobába. Ez a szoba, ez Leuwarden, tehát ő bérli, de itt volt Ada. Tehát most nem tudom, hogy ez a szoba Adához tartozik, vagy Leuwardenhez. De nincs itt semmi jól van. Akkor menjünk ki. Beszéljünk vele. Igen? Hát most először ezt, jó? Kérdezhetek valamit? Természetesen. Rengeteg drága élelmet látok itt. Hogy érzed magad a vizimai éhezőkkel kapcsolatban? Ha minden semmire kellőnek segítenék a városban, pillanatok alatt tönkre mennék. Ha néhánynak segítenél? A szabályok embere vagyok. Ha segítek egy szegénynek, mindnek akarnék segíteni. Nem teszek kivételt. Jó. Most ez volt olyan fontos, őszintén. Mire jutottatok azokkal a dokumentumokkal? Az utolsó szalamandra bázis a vizimai kereskedőnegyedben van. Már indulok is. Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog. Az ellenőrzött zónában van. Tilos a bejárás. Tehát akkor mi a terv? Egy városi őr az informátorunk. Most Vizima utcáit járja. Miről fogom felismerni? Válaszolni fog a titkos jelszóra. Mondd ezt. A liliomot elemészti a tűz. Kiakaszt ez a hülyeség? Azt fogja válaszolni rá,
hogy 3 milliómból lesz 1. Ő majd elvezet a búvóhelyre. Oké. Okay. Tehát egyik konzervdoboz, gondolom. Hát nem sokat tudunk meg a levélről. A levelet azt akkor átadtuk? Furra? Nem, bocsánat, a sztárlistába kell, hogy legyen. Igen. Ez melyik is volt? Igen. Hát akkor átadtuk azt a levelet is, ugye a kód megfejtésére alkalmas sablonnal is. Jó. Oké. Kocsmáros? Hol van a kocsmáros? Ja, itt van, fogadós. Bocsáss meg. Jó, oké. Okay. Kocsmáros, jó, bocsánat, biztos kikérni magának. Akkor mit is csináljunk? Van ugye most megint a vámpírügy, de még én mindig, most elmegyek Jethrohoz. Illetve, hol is vagyunk? Itt? Hol van Trisszáza? Trisszáza. Mert egy könnyebb megint a teleportot használni. És miközben megyünk Trisszáza fel, akkor beszélünk az őrséggel, hát ha elkapjuk azt a lovagot. Nem semmi zárt. Nem hiszem, hogy ő lenne az. Nem, tisztek lesznek. Tehát tiszteket mondott. Most nem látok, akkor menjünk át. Tudod, hol a helyed, Witcher? Akkor, mert ugye Jethrohnál is leadunk egy küldetést, és én még mindig Vincentet akarom megkeresni, mert nem tudom, hogy hol van. Illetve lehet, hogy Carmennel is benézünk. Mocsári toronyban, Kastenben a toronyban. Ugye Jethrohnál már rég le kellett volna adnunk a küldetést. De szerintem ő nem lesz semmi, csak a fisztek érdekli. Semmi más. Oké. Okay. Itt kivel tudunk még esetleg beszélni? Benézzünk Vivaldihoz. Hát, ha itt lesz a tünde. Itt is van? Nem. Ott van. Jévi. Semmi. Oké. Okay. Itt van Vivaldi. Vivaldival már rég beszéltünk. Mi szél hozott ide? Semmi. Viszlát. És Zoltánnál szerintem... Igen? De múltkor őt is néztük. Igen. Viszlát. Már eszembe jutott, hogy múltkor voltunk itt, és akkor itt Vivaldi nem volt, itt csak Zoltán. Oké, és oké. Merre is kell mennünk? Arra. És megnézzük, hogy milyen tárgyak vannak nálunk, mert... Már olvastuk. Olvastuk. Ezeket eladjuk. De Vivern hús meg eldobjuk. Oké. Okay. Jöjjön, törp uram! Mit akarsz? Ezt nem tudom még mindig eladni. Érdekes, mindegy. Szuper. 1700. 34 óránunk van, az nem kevés pénz, gondolom. Persze majd még lesz sokkal több is. Az időjárás elromlott, és a másik. Akkor azt mondja, hogy beszélünk Jarettel, hogy hívják, Jethro. Az meg mi?
Megöltem a drogbárót. Különös. Bevallod egy őrnek, hogy megöltél valakit. Viccelek. Yes! Jól csináltad. Yes! Most pedig vedd fel a fizetésed és tűnj el. Yes! Talán neked kellene eltűnnöd. Igen. Nekem? Nem értem. Ha még egyszer fisztekkel látlak, biztosíthatlak, hogy eltűnsz a föld színéről. Rendben, ne aggódj. Én a törvény szolgája vagyok. Akkor viszlát, és ne feledd, amit mondtam. 200 órán. Ki kell találnom, hol keresem a következő nyomót. Készkedtem, neked a személyes pontot kell tennem az ügyvédére. Az... Oké. Okay. Viszlát. Ugye a kedvenc börtönőrünk, az most lehet, hogy átvette az egész fisztek maffiát. Aztán annyi fisztekje van, amennyit akar. Nem baj, ez az ő dolga. Ja, bocsánat. Nem látom. Nem látom Vincentet. Eltűnt. Eltűnt. Mennyi idő van? Annyi, amennyi. Megnézzük a küldetéseket. Mielőtt döntök erről, akarok beszélni Sánival is, és Trisszel is. Mielőtt még erről döntök. Ez majd. Körbe kérdezek, hát ha kiderítek valamit, de nem látom, mit tartom a szemem. Jó, hát folyamatosan beszélünk mindenkivel. Carmennel beszélünk, ha már itt vagyunk. Igen. Ezek egyelőre nem érdekesek. Ez sem. Kék szemek. Igen. Körözés. Ezt buktuk. Tehát Carmen. Mennyi az idő? Igen. Carmen. És utána vissza a kereskedő negyedbe. Bocsánat. Ezt fölvesszük. Na. Akkor jó. Tehát beszélünk Carmennel. Szétáll az eső. Kosvelő. Hát én nem hiszem, hogy már nagy szerepe lenne neki bármiben is. És szerintem nem is lesz itt, mert múltkor is már voltunk itt. Igen. Szerintem ő már nem lesz fontos a játékban. Carmen. Itt van. Igen. Mi az igazi neved? Hela, de ez olyan közönséges. Ennyi volt. Viszlát. Oké, okay. Kereskedő negyed kapuja. És Kainstein háza. A kereskedő negyed kapujához... Hát szerintem menjünk most gyalog. Az, mint a hamarabb meg lenne, mint még bemenni Kainsteinhez. És közben ugye ne felejtsük el, hogy tudunk beszélni a őrökkel. Fú, el is felejtettem, mit kellett mondani valami Liliommal kapcsolatban. Mindegy, remélem nem lesz túl bonyolult, hogy nagyon hasonló szöveg lesz. Ó, szuper, hamar ide értünk. Városi őr. Tudom, hogy szükségünk van egy Witcherre, aki megöli a csatornát. Mi a bajod? Tudom, ki vagy. A városi őrök alig ha telen.
Vicces. Mit akarsz? Jó, semmi. Viszlát. Most csak úgy eszembe jutott. De lényegtelen információ. Te szerintem a játék elején kellett volna valamikor velük beszélni. Oké. Ott egy tiszt. Igen. Jó, hát látom, jó elé, nehéz. A liliumot elemészti a tűz. Mi? Úgy értem. Menj, idegesíts valaki mást. Ez jó. Tényleg ilyen hülye szöveggel oda menni valakihez. Jól van. Napló. Oké. Sáni. Ez majd. Ez is. Kiderül, hogy ki a farkas ember. Berengel nem érdekel. Kockaját. Ugye akkor majd a kék szemek lesz. Ami most minket érdekel. De úgy csináljuk, hogy Triss háza felé veszük az irányt. És úgy kérdezzük. Ott jött van. Igen. A liliumot elemészti a tűz. Mi ez? Egy jelszó? Nem. Hé, fiúk! Azt hiszem, van egy bajkeverünk. Nem. Várjunk, hibát követsz el, mert ugye nálunk van a királyi... Ugye a hamis királyi papír. Hibát követsz el. Add föl! Nem. Megbeszéltem egy barátommal, hogy itt találkozunk. Börtönbe kellene csuknom téged. De szerencséd van, mert hamarosan kapok Adda hercegnőtől egy medált. Egy medált? A tünde terroristák elleni hősiességemért. És mi van a pestissel és a szörnyekkel? A terroristák kétszer annyi aranyat zsákmányoltak, mint a kikimúrok. És könnyebb őket elfogni? Elfogni? Csak azonosítani kellett egy másfajú kollaboránst. Jó. Hát ez nem jött be. Még csak panaszkodni sincs kell. Hát most ő azt mondta, hogy raboltak a tündék? A környék elvesztette varázsát. Tünde. Te Riviai Geralt vagy. Hallottam a peremkerületeken elért sikereidről. Mit hallottál, lovag? Egy kis rosszat, egy kis jót, de nem számít. Bestiák tűntek fel a negyedben. Te már megmutattad, mit tudsz. Szóval, öld meg ezeket a szörnyeket. Szörnyek? Egy rohadt nagy szörny. Se nem rák, se nem pók. Belopódzott az utcára és körbenézelődött, majd felfalt egy kutyát. Ez azon szörnyek egyike, amelyekről az árusok pletykálnak. Egy kikimór? Kiki, micsoda? De ez más volt. Ez a bestia nem vetette rá magát egyből az emberekre. Talán még félt is tőlük. Tehát ez nem egy harcos. Köszönöm az információt. Na jó, de és jelszó? Honnan bukkantak elő ezek a szörnyek? Itt van, Triss. Remélem itt lesz a házban, mert eddig nem is néztem. Hogy Triss egyáltalán itthon tartózkodik. Miért van zárt ajtó? Lehet, hogy fönn félsülködik a tükör előtt. Nem. Ez problematik. Akkor nem tudunk vele beszélni, akkor... Hát még Sánit megpróbáljuk, de én úgy emlékszem, hogy már vele beszéltünk, és nem hiszem, hogy az azóta változott volna. Ugye, ha jól emlékszem, át akartam adni neki a sárga rózsát. Nem baj, akkor tovább keressük a őrt. Merre nézzünk? Igazából ötletem nincs, hogy... Hogy oldja meg a játék. Hopp, itt van. Ó, itt van sok. Egy újabb nap, melyet okay. Az utcán való járőrözésre.
Igen. A Liliumot elemészti a tűz. Mi? Jó. Bocsánat. Csak viccelek. 3 millió csinál egyet. Kitalálhattál volna egy könnyebb jelszót is. Oké, itt a terv. Éjfélkor az egységem megérkezik a csatornákba. Nem jössz velem? Fedezni fogunk téged, de csak 2 óráig. Éjfélkor. Ott találkozunk. Emberek! 10 kunyhó! Menet indul! Kint hagytam a mosást. Le kell mennem a csatornába éjfélkor. Fáj a lábam. Hát még sok időnk van. És... ó, itt a írnoknál, vagy kinél le kell adni a... küldetést. Nem is tudom melyiket, pillanat, gyorsan megnézem. Nem? Majd megkapkodj. Küldetések. Végeznem kell. Kikimor, nem. Ez az. És ez a Kukorix. Oké. Oké, zsokké. Ez a bankajtó. Ott van, hol van az írnok? Akkor... pedig itt van. Lehet, hogy a bankajtón be kell menni, létezne, hogy ott van a írnok. Tehát itt mutatja. Hát én itt nem látok semmi írnokot. Akkor banka zárva. Hoppá. Hány óra van? Lehet, hogy már véget ért a munkadő. Aha, jó. Áj, Istenem! Ajajajajaj. Akkor pedig a mondó vagyok, hogy viszont Sáni otthon van. Kereskedői kapu? Nem. Templom negyed kapuja az messze van. Akkor visszamegyünk Triss házához. És használjuk a teleportot. És akkor így hamar megjárjuk ezt a részt. Nem láttad a gyerekeimet? Valószínűleg az új nap. Aztán lehet, hogy már itt át kéne olvasnom itt a naplókat. Itt van. És egy kis információt összegezni, mert... megmondom őszintén, hogy egy kicsit azt tudom, hol áll a fejem bizonyos kérdésekben. Kárstein laborjával. És lehet, hogy most megcsinálom azt a küldetést még éjfél előtt. Hát remélem legalábbis, hogy a játékmechanika nem sok időt fog elvenni. Hogyha... most Sánival nem fog tudni beszélni, tehát nem mond új, nem lesz új párbeszéd, akkor a... gyorsan kiötlöm, hogy hova vigyem a kisfiút. Kisfiút? A fiút. Alvint, ugye. Alvin és a morgusok. Itt van. És elmondom, hogy mivel a problémám. Ó, itt van sem. Minden rendben van, Gerált? Semmi. Viszlát. És ahhoz el kell mennünk a Levi Oda kórházba, ugyanis ott lesz a fiú. Az erre van. És azért mondom, hogy remélem, hogy a játékmechanika ezzel a... nem fog sok időt elvenni, és akkor éjfélkor pedig ugye ott lesz a másik küldetésünk. Hol járunk időben? Hát most már oda kell figyelni. Ó, itt van! Dandelion. Gerált! Már mindenhol kerestelek! Nem gondoltam volna, hogy Natál a nővérben ennyi szenvedély lakozik. Dandelion. Oké. Okay. Éppen Natalához tartottam, hogy sziporkázó beszélgetés közben elbűvöljem, és ekkor megláttam, hogy 2 magas, fura kinézetű alak egy üvöltöző gyereket cipel magával. A nevén szólították, talán Akin, vagy Apin, vagy valami hasonló volt.
két magas. A francba. Miatta jöttem ide. Akkor büszke leszel rám? Úgy döntöttem, segítek a kölyöknek és követem azokat a haramiákat. Egy házhoz cipelték. Igazad van, lenyűgöztél. Mondtam, a ház a másfajúak körzetében van. Kövess, másfajú. Siessünk! Kíváncsi leszek, ki lesz ez. Emberrablók, ugye? Tehát most a szalamandra lesz az? És a másfajúak negyedében. Volt ott egy ház. Hol van Dandelion? Ott van. Volt ott egy ház. És ha jól emlékszem, itt balra kell majd menni. Nem itt, hanem még ott följebb. Ahonnan szalamandra banditák jöttek ki. És lehet, hogy az lesz az? Az lesz az az ajtó, nézzétek? Ez az. Ez az. Nos. Ide hozták! Nagyszerű. Várj itt és ne gyere be, amíg el nem ül a harci zaj. Most bemegyek én is. Új műfajt akarok teremteni. Támadó ballada. Nem szeretném, hogy a közelemben légy, amikor elkezdek kaszabolni. Oké. Úgy tűnik, a költészetért áldozatot kell hozni. Jól van. Gyorsan, Geralt! Nem iszok semmit. Szembe szállsz a szalamandrákkal! Hárman vannak, a csoportos stílus. Sőt, négyen vannak. Ez hamar ment. És itt van Alvin. Örülök, hogy itt vagy. Minden rendben lesz. Halottak? Igen, Alvin. Nem hagytak más választást a számomra. Megértem, Geralt. Vigyél el innen engem! Jaj, megtaláltuk. Na. Tényleg megtetted, Geralt. És ott a fiú. Csss! Jönnek. Fogd a kölyköt és menj ki hátul. Hallottad őket? Csodás! Oké, magammal viszem. De hova? De hova? Ez az. Na most az a problémám, hogy... Tehát nagyon kedvelem Shanit, de annyit már elárulhatok, hogy iszonyúan meg fog ránk haragudni. Persze, hogy mondhatjuk, hogy ugye, hogy akkor hiány van az erényeknek, és hát akkor mégse szeretett minket, tehát hogy nem tud megbocsájtani. De viszont én úgy gondolom, hogy Trishez biztonságban lesz a gyerek, csak viszont Trishben nem lehet megbízni. Ki tudja, hogy tényleg most meg akarja védeni Alvint, vagy pedig valamilyen szinten ki akarja őt használni. És viszont azt nem tudom, hogy Triss meg fog egyáltalán rám haragudni akkor. Nem tudom. És ezért vagyok nagy dilemmában. Vidd Shanihoz. Mert ugye, tehát az a legnagyobb bajom, hogyha azt mondom, hogy vidd Shanihoz. És Shani nem tudja megvédeni a gyereket, akkor teljesen más baj lesz. Tehát, hogy csak halmozzuk a bajt. Na jó, vidd Trisshez, nem érdekel. Vidd Trisshez, ő meg tudja védeni. Shani nem lesz boldog emiatt, de még mindig jobb, mint feldühíteni egy varázslónőt. Hát igen. Indulás. Oké, ott hagyom a fiút Trissnél. Hát tehát döntöttünk. Szalamandrák rabolták el. Megnézzük. Hát tényleg ott van a szalamandra bros. Oké. Ó, sokan vagytok, fiúk. Erős stílus. Ezzel nem is erős stílus. Jó, hál' Istennek nem voltak nagyon kemény ellenfelek, viszont ott kinyílt egy ajtó. Oren, nem kell fisztek. Főzetalapok, ha lesznek, akkor azok jók.
Nem. Nem. Nem, nem. Ja de. És nézzétek, kinyílt egy ajtó. Be tudunk menni? Ja, nem, akkor ez csak úgy kinyílt. Nem, semmi. Oké. Kimegyünk. És hát iszonyat, Sáni iszonyatosan fog ránk haragudni. Sajnálom is, talán majd egyszer lesz olyan végigjátszás, ahol teljesen más útvonalat fogok követni. De ez most nem ez lesz. Na, mentünk egyet. Ugye, ha jól tudom, itt erre mentünk rá. 16.41, igen. Nem. 16.41. Az már... Ja, de, bocsánat, akkor ez. No, fiúk, lányok és egyéb átfajták, én akkor el is köszöntem, szerbusztok, jók legyetek!